Gyurta Dániel a döntő után így értékelte teljesítményét. Sikerült az a cél, amit már gyerekkoromban elterveztem, és lehet azt mondani, és ha lehet egy kicsit visszatekerni az időt, akkor Szécsi Tamás bácsi mondta azt nekem még 12 évesen, hogy meg lehet az olimpiai bajnoki cím, csak legyek kitartó, és soha ne adjam fel. Azt gondolom, hogy az én pályafutásomban nagyon sok nehézség volt, nagyon sok olyan dolog, ami nem igazán támogatta az én pályafutásomat, és ennek ellenére mindig Tamás bácsi szavai voltak előttem, hogy soha ne adjam fel, és mindig legyek kitartó. Azt gondolom, hogy abban a két nehéz évben, ami nekem volt, óriási kitartás kellett nekem ahhoz, hogy vissza tudjam magam hozni arra a szintre, ahol én már egyszer voltam. Szerintem minden kételkedőnek bebizonyítottam azt, hogy meg tudom csinálni, és meg tudom nyerni az olimpiát. És be is bizonyítottam, úgyhogy nagyon boldog vagyok. 15 millió magyart kellett végigvinnem ezen a 200 méteren. És végigéreztem a támogatásukat, végigéreztem a segítségüket. Végig azt éreztem, hogy az elmúlt pár napban is, hogy mindenki támogatott, és mindenki sok-sok erőt és kitartást adott nekem. És elhitették nekem azt, hogy sikerülhet. Ez az én teljesítményem egyértelműen, de azt gondolom, hogy még 15 millió ember ugyanennyire.